Sziasztok, Dunai Misi vagyok, ez pedig a hajónapló online irodalmi műsorunk, amelyben művészeink lehetőséget kapnak arra, hogy elhozzák nektek kedvenc irodalmi alkotásaikat. Nézhetitek otthon, útközben vagy bárhol, ez nekik is jó lesz, és persze nektek is jó lesz. Együtt hidat formálunk az irodalom felé. Horváth László Imre az előretolt helyőrség iroakadémia mentoraként, dolgozott polgár Kristóffal is, regényt írtak közösen. Elmondása szerint nem tanítani kellett a mentoráltját, hanem baráti hangulatban dolgoztak a projekten. Őhez mindössze idézőjelben egy kiforrottabb kritikai látásmódot, plusz 15 év ilyen-olyan tapasztalatát tudta hozzátenni, meg persze a lelkesedést és a támogatást. Ideális mentor és mentorált kapcsolatnak tűnik ez. A mai műsorban Horváth László Imre két novelláját hallhatjuk Polgár Kristóf előadásában, melyeknek címe: A 30 zsoldos és a tudósok látogatása. Jó szórakozást! Horváth László Imre, a 30 soldos. Ezek 30 úgy tartoznak a háborúhoz, mint a vas, vagy a kő, vagy a csontok. Mások ritkán jöttek rá, kivel van dolguk. Valamelyik fáró sziklába falasztatta őket, de néhány nap múlva a numidalovasokat követték a sivatagban. Elvágták a hátramaradt sebesültek torkát, kifosztották a hullákat. A frankok királya, Ákenvár udvarán egymás mellett 30 mágiát égetett el velük. Később ugyanazon király seregével együtt gyújtogatták a szászok falvait. Az utak mentén halálra kínozták a megtérni nem hajlandó pogányokat. Egy gárda tiszt kikötöztette őket a senki földjére, közvetlen tüzérségi támadás előtt, de kis idővel később egy partizán csapat tagjaiként ők hajtották végre rajta és elfogott társain a népbíróság ítéletét. Holott a sátán ivadékai voltak bizonyal, avagy ők sem tudták, milyen átok tartotta meg romlatlanul a húst rajtuk, ha a húsuk volt egyáltalán. Az első városok idején születtek, kezdetben talán vadászok voltak. Több száz évbe telt, mire beleőrültek halhatatlanságukba. Közöttük egy orvos, valamelyik elfelejtett Isten papja. Nincs olyan nyelv, amit ne ismerne legalább egyikük, vagyis mindannyian, mert rég egy tudattá váltak harmincan. Az ilyen különbség nem számít. Az orvos mesterségét csak kínzásra használja. Közülük senkit nem kell gyógyítani, akárha a kivétel nélkül mind el is hullottak egy ütközetben, másnap, harmadnap vagy egy hét múlva újra harmincan ülnek a tábortűz körül. Háborunk kívül nem láttak más világot. Minden seregben megtalálták a számításukat. Zsoldosok voltak, mégse vitatkoztak pénz miatt. Nem emelték fel a szavukat semmiért és semmi ellen. Az egyedüliek az akhályok között, akiknek tíz év alatt soha nem fordult meg a fejében, hogy feladják Trója ostromát. Zömmel a csata érdögevőinek munkáját végezték. Ha közel harcot kellett viselniük, amire ritkán került sor, mindig derekasan megállták a helyüket. Pontosan tudták, mekkora tévedésben vannak a katonának öltözött férfiak a harccal kapcsolatban. A fegyveres összecsapás a háború jelentéktelen része. A kardot nem hősi párbajokra, hanem mészárlásra használják. Ritka az olyan halott, akinek nem a hátán van a seb, amin a lelke kiszállt. A parancsnokoknak szüksége volt a fajtájukra, hiába mutattak megvetést vagy undort. De kevés tábornok ismerte úgy a seregét, hogy ez a harminc kísértet feltűnt volna neki egy írás tudó krétával felírta latinul a keresztre feszített férfi nevét, hozzá a királyi címet. A százados intett. Egyikük kezébe fogta, felmászott a létrán, a haldokló feje fölé szegezte a táblát. Mind a harmincan ott voltak, bár csak hetükre lett volna szükség aznap, valami kíváncsiság odavonzotta a többit is. Ezernyi embert veszítettek már meg, a világ később keletinek mondott felén ez a kivégzés volt a leginkább elterjedt. A tömeg a táblát látva felhördült. Egy magasrangú tiszt érkezett, megparancsolta, hogy ecetes vízbe mártott rongyot nyújtsanak fel a fogolynak, hiszen szomjazik. Maga a százados végezte el a feladatot. Ők értetlenül álltak. Teltek az órák. A római katonák unalmukban kockáztak. A harminc kísértet, a segítő alakulat a keresztek körül, rongyos ruhában, kezük ügyében korbács, láncsa, kés. Vigyázták a sokaság és a haldoklók nyugalmát. Majd vihar kerekedett, és a rómaiak, miután egyikük átütötte dárdáját annak a fogolynak a testén, aki feje fölé a táblát szögezték, elmenekültek a többiekkel együtt. Ők a hegyen maradtak. Taglóval eltörték a két másik keresztre feszített fogoly lábszárcsontját. A hangos recsenések után azok nyögve fuldokoltak, majd elhallgattak. Sötétség telepedett a világra a városra orkán zúdult. A hatalmas templom épületébe villámok sora csapódott be, beomlasztva a tetejét. Ők kiegyenesedve várták, hogy talán mindennek vége lesz. A nevüket régen elfelejtették, rövid morgásaik egy-egy hangsúlyával különböztették meg egymást, ha ritkán még szükség volt beszédre a csoporton belül. A kívülállók, akik úgy száguldottak születés és halál között a 30 zsoldos körül, óriás örvényben, mint az esőcseppek, az élők, soha nem kérdezték egyikük nevét sem. Aki összezúzza a csontot, lenyírja a holtak haját, feldarabolja a lovakat, tüzet dob a házak tetejére, kírtja a vetést, a falvak népéből kiválasztja, kitölnek meg, kit hurcolnak el, annak nem kell név. Nem csatlakoztak egyetlen néphez sem, de minden seregben szívesen látják őket. Csak jártak seregről seregre, ahogy az idő megkövetelte, és az évszakok váltották egymást, vagy a hadi szerencse változott. Nézték a tábortüzet. Ezen kívül nem gyűjtöttek más vagyont. A zsákmány, amiből hegyeket emelhettek volna, az idők során minduntalan eltűnt. Ahogy saját haláluk is mindig megtréfálta őket, hogy aztán lemondjanak róla. Amit lehetett, megzabáltak, majd kiürítették magukból. Erőszakkal végezték el a nőkkel soha nem fogyó állatiasz szükségletüket. Számtalanszor éheztek, szomjaztak, fagyoskodtak, de a hadi betegségek elkerülték őket, mint akikkel nincsen dolguk. Amikor a Kóponya-hegyen kitört a vihar, úgy tűnt végre valamelyik istenség megelégelte kóborlásukat, ezt a gonosz tréfát és elemészti őket de a sötétség elmúltával a 30 torz alak levonult a sziklás dombtetőről. Egy Szamáriába induló büntető ezred nyomába szegődtek, ami azután még keletebbre vándorolt. Gyaloglásuk alól nem fogyott ki a föld. Egy ló sem tűrt meg közülük senkit a hátán. A vizeken nem kelhettek át, csak hogyha vitték őket. Még ha két évezreddel később fényárba borult is a világ egyik fele, mindig maradt hely számukra a másikon majd a fényt magába olvasztja a hatalmas villanások sorozata, de a harcok még sokáig tartanak. Amíg ők el nem pusztítják az utolsó embereket, mikor hosszas keresés után végre rájuk lelnek. Azután harmincan maradnak a végtelen hamú színű télben. Horváth László Imre, a tudósok látogatása teherautó kanyarodott a sintértelep kapuja elé. Reflektorai szinte átvágták a drótkerítésből font kaput, de néhány percet várniuk kellett, míg az oldalsó, szintén drótból kivágott ajtón emberi alak jött elő és a vezetőfülkéhez lépett. Szemjon Szergejevics, jó estét, jöjjenek be! Az öreg sintér, a telep főnöke nem sietett. A sofőr és utasa pedig nem türelmetlenkedtek. Szemjon kinyitotta a kaput. Úgy látszik, maga a teherautó mégis türelmetlen volt, mert egyetlen hosszú rándulással bent is termett a hatalmas moszkvai sintértelep udvarán. A közelebbi ketrecekben lévő kutyák ugatni kezdtek, de nem sokan csatlakoztak hozzájuk. Az éjszaka közepén a legtöbb inkább a további alvást választotta érezték, hogy nem kell aggódniuk, mert akikért a teherautó jött, azok már jó előre ki voltak készítve, kisebb, különálló ketrecekben vártak az udvar északi szegletében. A sofőr idősebb férfi volt fehér köpenyben. Maga a főkonstruktőr Koroljov, akinek kedve támadt az éjszakai kiránduláshoz. A legnagyobb teherautót hozták el tanár segédjével, Érezni akarta az erőt, mint egy tolórakéta, mondta nevetve, ahogy a gép a város szélén áttört a rossz minőségű makadám úton a sintértelep felé. Koroljov kiszállt, kezet fogott a sintérrel. Az öreg két segédje lámpákat gyújtott az udvar északi részén. A ketrecek láthatóvá váltak, tizenegy kis kalicka sorba téve a betonon. A lakóik felébredtek, különösen az egyik korcsugatott hangosan. Bodri az, tetszeni fog, mosolygott számjon, és sántítva elindult, intett, hogy kövessék. A két tudós illedelmesen ment utána. A főkonstruktőr megvizsgálta a ketrecegben riadtan ülő vagy idegesen fészkelődő állatokat. A legtöbbnél bólintott, csak két helyen rázta meg a fejét mindenféle elítélő érzelem nélkül. Bodrit utolsónak hagyta. Tudta, hogy az öreg sintér is éppen így tervezte. Micsoda egyugatós ugatós vagy te, Mától így foglak hívni. Ugatós, akarsz az űrbe repülni? A kutya még jobban ugatott rá, de morgás nélkül, mintha helyeselné korol ötletét. A tudós eddig zárt szájjal mosolygott, most nem tudta megállni, és az állatra vigyorodott, amitől kivillant a fogsora. Egyetlen valódi fog sem volt benne, mind színaranyból készült. Szemjön mögötte állt. Muszkai és Albina is szépek, de ez lesz az igazi. Ugatós, ha neked így jobban megfelel. Megfelel, megfelel. Jó munkát végeztél, Szemjon Szergejevics. A kutyáit felrepülnek az égbe. Az öreg hümögött inkább nem firtatta a dolgot. Intett a segédeinek, azok a kiválasztott ketreceket felhorták a teherautó platójára. Korol kis termetű kutyákat kért, korcsokat, mivel azok általában értelmesebbek és biztosan sokkal szívósabbak a fajtiszta társaiknál. Amíg pakoltak, a főkonstruktőr, a szovjet űrkutatási hivatal vezetője cigarettával kínálta a moszkvai sintértelep vezetőjét. Kényelmesen elszívták, mint két régi barát. Mikor becsukta utánuk a kaput, a fiatalabb segéd még áldogált egy darabig, és utánuk nézett. A sofőr gyorsan hajtott, a teherautó dübörgése távolodott, hamarosan alig hallatszott, reflektorainak fényét sem lehetett már látni. Ugatást egyáltalán nem lehetett hallani, csak elszórva a benti épületekből. A fiatal sintér visszasétált az udvarra és Szemjóhoz lépett. Az öreg az egyetlen megmaradt ívlámpa fényében ült egy hokedlin és cigarettázott. – Na mi az? – kérdezte. A fiú az unoka volt, a másik segéd már öt éve dolgozott a keze alatt, de soha nem merte volna megkérdezni semmiről. Vakon és némán követte az utasításait. Tényleg fellövik őket az űrbe? Egy rakétán? Talán igen, talán nem. Mit érdekel az téged? Láttad a sofőr fogait, Szemjon bácsi? Tiszta aranyból voltak. Az öreg nevetett. Na igen, ajándék kolimából. A fiú megborzongott. Mindenki ismerte a szibériai aranybánya nevét, de senki nem merte hangosan kimondani. A pokol nevét sem mondják ki hangosan. Ajándékba kapta? Hát igen, így is lehet mondani. Ott raboskodott a háború elején, ott hagyta el az igazi fogait. A bánya elvette tőle, aztán később adott neki újakat. Te is harcoltál a háborúban. Anya mondta, hogy ott sérültél meg, felrobbant egy akna. Bökjed ki, mit akarsz? amíg te el voltál, kivezette a sintértelepet. Az öreg újra elnevette magát. Háborúban nincs szükség sintértelepre. Nem kell összeszedni a kóborkutyákat, mert az emberek megfogják és megeszik őket. Ezt sem tudtad? A fiú eloldalgott. Tizenéves volt, nem emlékezhetett a háborús évekre. Szemjon megcsóválta a fejét. Nem fog sokáig kitartani. Szegény húga megint új munkát kell keresni a haszontalan fiának. Nem mindenkinek való a sintértelep. Az ellenség már csak 20 kilométerre volt a várostól, aztán jöttek a szibériaiak. Addigra már Szemjon is harcolt egy elzáróztak parancsnokaként. Lelőtték a hátráló katonákat. Mocskos munka, de fontos munka, talán a legfontosabb mint az aknamezők megtisztítása, hogy gyorsabban kergethessék ki az ellenséget Oroszországból. Hadifoglyokat, meg politikaiakat hajtottak a mezőkre, üvöltve rohantak és robbantak sorra az aknák. És persze kutyákat. Az összes kutyát, akit össze tudtak szedni. Később már keresték az aknákat, kiásták. Akkor kevesebben haltak meg, a dolgok kifinomultabbak lettek. Az öreg szemjon kiköpött. De nem azon a télen, sem a következőn. Akkor még az aknák találták meg őket. Felrepültek az égbe. A hányat csak össze tudtak szedni. Nincs ebben semmi újdonság.